A védekezés érdekében újabb intézkedéseket hoztak 60-ban. Szünetre a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban az eddig érvényben lévő ablakos rendszert is felfüggesztik. Online vagy telefonon lehet kezdeményezni az ügyintézést a hivatal elérhetőségein keresztül. Elkezdték megszervezni és felmérni, hogy az önkormányzat dolgozói hogyan tudják ellátni otthonról a munkájukat. Felkészülnek az esetleges szigarításokra, ha ezek bekövetkeznek, akkor is hatékonyan kell működni nem feledkeztünk le az idősekről sem, és folyamatosan ellátjuk azokat az időseket, akik egyébként erre szorulnak, és nem, tudják, nem tudnak saját maguk gondoskodni önmagukról. Ugyanakkor viszont a szociális szolgálatnál is megváltozott az ügyfélfogadás rendje, és kifejezetten csak telefonon keresztül lehet őket utolérni. Van egy telefonszám, amelyet, hogyha felhívnak az ügyfelek, akkor tudnak kontaktálni a szociális szolgálattal. A tankerület jelezte, hogy nem minden gyermek vesz részt fegyelmezetten az otthoni oktatásban. Ezért a digitális munkarend alatt tanítási időben az utcán lévő tanulókat a polgárőrség felszólítja arra, hogy menjenek haza. Ezzel párhuzamosan egy intenzívebb tájékoztatási kampányba kezdenek. Az operatív törzs ajánlásait összefoglaló anyagokat tesznek közé a városban. Hogy indítottunk egy plakátkampányt is. Az első plakát már online felületen olvasható. Itt tulajdonképpen az emberek, a hatvaniak felelősségét hozzuk fel, hiszen közös felelősségünk a védekezés, és arra kérjük őket, hogy ezeket tartsák be, tartsák be az óvintézkedéseket, és vigyázzunk egymásra itt hatvanban is. A város vezetői arra kérnek mindenkit, aki teheti, maradjon otthon. A játszóterek, a kondiparkok és a közösségi terek most maradjanak üresen. Figyeljünk egymásra!